Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Most következik a májusi ingatlanpiaci lapszemle. Elég izgalmas volt az előző hónap, volt itt minden, nemzetközi pánikkeltés, összezuhanó hitelezés, csökkenő reálárak, és még mindig torony magas infláció. Ugyanakkor a hónap végére befutott egy-két pozitív hír is, hogy mik ezek, azt nyilván nem fogom most lelőni, végig kell nézd ezt a részt ahhoz, hogy megtudd, hogy mik ezek már, ha kíváncsi vagy rá. Szóval általánosságban a vevőki a piac még mindig, lehet alkudni, lehet jó találni, de ebből a lapszemléből majd kiderül, hogy az eladóknál sem reménytelen a helyzet. Itt jön a képbe ez a kis promóció az ingatlan tudás könyvekről. Aki még nem ismeri, annak elmondom, hogy az maximalizálás című könyvecske tartalmazza a receptet ahhoz, hogy hogy tudsz a lehető legmagasabb áron eladni egy ingatlant, akár a mostani válságos környezetben is. Hogyha vevő vagy, akkor meg azt találod meg benne, hogy tehát látod benne leírva az ideális helyzetet, hogyha valami ettől eltérő tapasztalsz, akkor abba fogsz tudni beleakaszkodni, és annak alapján fogsz tudni alkudni. Ha ingatlan közvetítő vagy, akkor nyilván ezzel tudod fejleszteni a saját vállalkozásodat, szolgáltatásodat. Már ha szeretnéd, csatlakozik hozzá a Befektetések című kis könyvecske. Ez hát ilyen befektetési alapokat tartalmaz, ha a kezdő befektető vagy, ez neked érdekes lehet, illetve van az esettanulmányok című, ami, tehát általában az ingatlan befektetésről az van meg az embereknek, hogy megvettem, kiadom, bérbe csókolom. Na hát ebben van nagyon sok minden, tetőtérbeépítések, ingatlan flipping, kereskedelmi ingatlanok, külföldi ingatlanvásárlás, szóval azt gondolom ez is jó kis olvasmány. De ha már itt tartunk, hogyha lakáseladást tervezel, vagy mondjuk már a piacon van az ingatlanod, és eltelt három-hat hónap, és nem történik semmi, és szeretnéd -e megoldani ezt a helyzetet, szeretnéd, hogy segítsen valaki, akkor nagyon szívesen segítünk, fordulj hozzánk, a linket azt megtalálod itt fölöttem, illetve a videó leírásában. Megkapod 15 év ingatlanpiaci tapasztalatát, mellé a profi marketinget, illetve teljes közreműködést, egészen az ármegállapítástól a birtokbadásig és a közművek átírásáig. Hallgatja, jegyzem meg, hogy nemrég néztem meg az elmúlt két évben a megbízás állományunk 95%-át sikeresen értékesítettük. Illetve ha bérbeadásban gondolkozol, akkor is fordulj hozzánk bátran, mert újabban bérbeadó ingatlanokat is vállalunk. Ha ingatlant vásárolnak, akkor szintén kereshetsz minket. De kérlek titeket, hogy ne lepődjetek meg azon, ha ne adj Isten, nem én veszem fel a telefont, vagy még nem velem találkoztok egy helyszín szemlén, mert az a helyzet, hogy ezek a, ezek a, videók, ezek, ezek elég sok időmet, energiámat elveszik, és egyszerűen nem győzöm. Tehát nem biztos, hogy én fogom felvenni a telefont, de hidd el nekem, hogy a kollégáim kiválasztásánál arra törekedtem, hogy hozzám hasonló értékrendű emberekkel vegyem magam körbe, ezért biztosítalak, hogy nem fogsz csalódni. Sőt, sokszor egyébként a kollégáim, akik egy-egy adott területnek a specialistái, ők a területen tőlem felkészült ebbek, hiszen nekik első kézből van információjuk. Ha már videókészítés, akkor még egy utolsó dolgot elmondanék. A YouTube csatornámon Mostanra több mint 34 ezer feliratkozó van. A TikTokon majdnem 40 ezer. Van egy olyan videóm a YouTube-on, amit több mint 550 ezeren néztek meg, a TikTokon pedig van egy, ami 1 millió megtekintésig jutott. Ezúton szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen sokan néztek, illetve szeretném megköszönni a sok pozitív kommentet is. Illetve szeretném jelezni, ha van olyan ingatlanotok, építési technológiátok, vagy bármilyen cuccotok, ami az ingatlanhoz kapcsolódik, és szeretnétek rá figyelmet irányítani, akkor keresetek fel, mert azt gondolom, hogy egészen jól tudok figyelmet vonzani, és tudok plusz érdeklődőket generálni neked. Most nem mondom, hogy az egymillió megtekintésből lesz egymillió ügyfele nyilván, de egy ilyen számok mellett azért az valószínű, hogy, hogy találsz majd vevőt a portékádra, és a végén mindenki jól tud járni. Na, de ennyit a promóról, és menjünk rá a lapszemlére. Szóval, ahogy az elején mondtam, nemzetközi pánik keltés, ezt nézétek, kongatják a vészharangot az amerikai ingatlan piacon, mennyire kell aggódnunk. Hát hogy ne kongatnák, ugye ugyanaz hogy emelkedő hitelkamatok, emelkedő állampapírhozamok, amik nyilván befékezik az ottani ingatlan piacot is, és azt találgatják, hogy az európai ingatlan nézve, vajon milyen hatásai lesznek ennek, hát hogy nem jók, az szinte biztos, mert ugye a Magyarországra minden begyűrűzik, még a begyűrűzés is begyűrűzik, ha, hogy hofit idézzem. Menjünk tovább, már majdnem biztos, csődbe megy Amerika, te atya úristen, tehát hogy az adóság plafont eléri az amerikai állam, és emiatt ugye kellemetlen helyzetbe fog kerülni, mert június 1-től nem tudnak fizetni. Ugye már elmúlt június első, és hála Istennek elhárult a veszély is, mert Amerika megmenekült, elfogadták az adósság plafon emeléséről szóló törvényt. Hát ugye ez egy kicsit érdekes vicces szituáció, hogy én vagyok az amerikai állam, aki meghoztam azt, hogy van az adósság plafon, és akkor úgy néz ki, hogy elérik az adósság plafont, és aggódok, hogy akkor én majd vajon megemelem -e magamnak az adósság plafont, hogy tudjak még több hitelt felvenni, de hát ugye meg kell az újságba is valamitől kell parázni, ha már nincs Covid, és mostanában a háborús híreket se olyan intenzitással halljuk. A rezsés cirkusz meg már a múlt mert hogy megjött a nyár és meleg van, és most per pillanat marhára nem aggódunk, amiatt, hogy majd mivel fogunk fűteni télen. De akkor térjünk vissza ide a kis hazánkba. Infláció mértéke április az utolsó adat 24%. Hát kérem szépen, ez nem nagyon javul, de Magyarország jobban teljesít még mindig, mint Zimbabwe. Viszont itt egy pozitív hír a világgazdaság oldalán, soha nem látott mélypont. Ez, ebben az esetben ez ugye nem a pánikkeltés, hanem olvassuk tovább. Világos üzenetet küldtek a vásárlók a boltoknak. Tehát idén márciusban 13,1%-kal csökkent a kiskereskedelem forgalmának a volumene az előző év adott azonos időszakához képest. Mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy az emberek elkezdték visszafogni a vásárlásaikat. Miért jó hír ez? Hát azért jó hír, mert az infláció ettől fog megállni. Tehát ugye végeredményben, ha visszanézzük a történelembe ezeket az inflációs időszakokat, akkor az összes kapálózás, amit csináltak az államok, jegybankok, stb. nem volt akkora hatással, mint az, hogy az árak megemelkedtek, és mivel az árak megemelkedtek, ezért az emberek elkezdték visszafogni a vásárlásaikat. Mivel kevesebbet vásároltak, ezért az árak már nem tudtak tovább emelkedni, és akkor így, szépen ez a folyamat elkezdett lassulni majd megállni szóval. Az, hogy ö, csökken a kisker forgalom, az, az egy nagyon. Ö, pozitív fejleményén azt gondolom. Van itt még egy üzemanyag töltő állomások forgalmának volumene 29,3%-kal mérséklődött. Szóval szépen az emberek elkezdték megérezni ezt a dolgot, és ezt most, most nem azt mondom, hogy ez jó dolog, hogy megint csórók vagyunk, mert értéktelenedik el a pénzünk, és egyre nehezebb kigazdálkodni a havi megélhetést nem azt mondom, hogy ez annak a jele, hogy ez az inflációs baromság, ez talán elkezd majd most már csökkenni, és pozitív irányba változik. Ugye a nulla inflációra nyilván nincsen esély, mert ahhoz, hogy nulla legyen az infláció, ahhoz jövőre mindennek annyiba kéne kerülni, mint most. És ez ugye tündérmese. Következő felgyorsult az infláció csökkenése a következő hónapokban. Hát mondhatjátok, hogy már elolvastam ezt a főcímet, és azért mondtam az előző mondatokat. De nem, azt így következtettem, és ezek szerint nem vagyok teljesen hülye, mert más is erre a következtetésre jutott. Na ezt nézzétek, 34 hónapja nem látott döntés az MNB-től, de vajon hogyan tovább, és mi lesz így a forinttal? Mi történt? Hát kérlek szépen, az történt, hogy kamatfolyosót elkezdték megvágni, ami azt jelenti, hogy 18%-ról 17%-ra csökkent a felső szintje ennek a kamatfolyosónak. A jegybanki alapkamat az maradt 13%. Mit jelent ez, hogy így csökkent? Most hadd ne magyarázzam el, hogy mi a, mit jelent a kamatfolyosó. Legyen elég annyi, hogy elkezdett kamatot csökkenteni az MNB, ennek az lesz a kimenetele. Hát ez ugye nem sok, mert ugye 18-17%-ra csökkent, a, a kamatfősónak a felső szintje, tehát összességében ez nem egy olyan nagyon nagy változás, de az irányt az mindenféleképpen kijelölte ezzel a jegybank, tehát már nem emelésbe gondolkodnak, hanem ezek szerint a csökkentésnek az irányába mozdultak el. Az én véleményem egyébként az, hogy Ugye, amikor belementünk ebbe az egész cirkuszba, és már tudtuk, hogy emelni fogják a kamatokat, akkor azok a hírek, hogy jó kamatot fogunk emelni, azok nem visszafogták az ingatlan piacot, hanem pont még egy lökést adtak neki. Mert mit mondott a jó nép, az, hogy fú, emelik a kamatot, akkor jó, gyorsan szaladjunk, akkor még most adósodjunk el olcsó hitellel. És ez hozta ugye a 2021 vége, 2022 eleje, tehát abban az időszakban történt iszonyatos áremelkedést az ingatlan piacon. Pontosan ez hozta, hogy az emberek rohantak el adósodni. Na én azt gondolom, hogy az, hogy elkezdik majd azt mondani, hogy na most csökkentjük a hiteleket, az talán még jobban visszafogja, tehát az ellentétesen fog hatni. tehát még inkább vissza fogja fogni a vásárlásokat, mert gondolj bele, most lehet hitelt felvenni 8-10 on de mindjárt kamat, csökkentünk, hát emberek, akkor vissza az egész álljunk meg, majd akkor fogunk hitelt felvenni, amikor majd leengedik a kamatokat. Tehát szerintem ennek lesz egy ilyen hatása, ha bár majd a végén elmondom, hogy mi az, ami cáfolja ezt, amit én gondoltam, illetve aki hitelfelvételt tervez, annak azért mondanám, hogy ha felveszel egy hitelt most, Nyilván figyelj oda, hogy mi van írva a hitelszerződésedbe, és ezt úgy vett fel, hogy ez refinanszírozható legyen. Tehát, hogy ez ki tud váltani, ha amikor lesznek jobb hitelkonstrukciók. Én azt gondolom, hogy ez mondjuk innentől egy éven belül, vagy a jövő év vége felé már, mást fogjuk érezni a, alkalmat csökkentést. De nyilván ez, ez, ez megint a jóslás kategóriát tehát vagy így lesz, vagy nem, ne hidd el nekem. Na, hát a következő hír az már nem olyan nagyon pozitív, olyan rossz állapotban a magyar költségvetés, hogy ez elkezd már a befektetőknek is feltűnni. Hát ugye nem nagyon van pénz, meg az EU-s pénzek se akarnak jönni, és hát bajba vannak az urak odafent, olyannyira, hogy az állampapírnál mindenféle kapálódzások történnek, ugye itt van a hónap végével, az állampapíroknak az előző generációját az kivezették, és módosítottak a kamat prémiumon. Miért fontos ez? Tehát először is az államkötvények hozama. Tehát miért van az, hogy csillagászati hozamot fizet a magyar állampapír? Államkötvény. Hát azért, mert ugye minden pénzbe kell szipkázni a költségvetésbe, mert hogy baj van. És ezért ugye mindenki nyakra főre vásárolja az államkötvényeket, hiszen kockázatmentesnek gondolt, magas hozamú befektetésről van szó. Na majd a kockázatmentességről is mondok valamit, de itt most a lényeg az, hogy a kamat premium csökken le egységesen fél százalékkal, tehát az egyik sorozatnál 0,7-ről 0,25-re, a másiknál másfél százalékról egy százalékra csökken a kamat premium. Ugye ez nem egy olyan nagy változás, hiszen iszonyatosan magas az infláció, és jövőre minden valószínűség szerint az átlagos infláció még magasabb lesz, hogy az állampapírok, a prémium állampapírok hozama az úgy számítódik, hogy előző év átlagos éves inflációja plusz kamat prémium. Tehát akkor mit mondunk ezzel? Azt, hogy az inflációra mi kevesebb kamat prémiumot fizetünk azért, hogy ne kelljen reál értelemben kamatot fizetnünk. Szóval ez állambajcsnak egy óriási lehetőség, kölcsönveszi a pénzünket, amire ugye az inflációt az hagyjuk, mert az infláció az pénzromlás, és ez nekik kedvez. Tehát amikor egy inflációs időszak van, akkor az, hogyha neked van hiteled, az egy kincs. Mondom a saját példámat, van egy 4%-os hitelem, van rá egy 25%-os infláció, ami ugye a papíron ennyi, hiszen tudjuk, hogy a valós infláció magasabb. Tehát számolj, akkor én mennyit nyerek ezen a hitelen? szóval állambácsinál ez gyakorlatilag hasonlóképpen működik, annyi, hogy érezd magad megtisztelve, hiszen ők még így is kamatprémiumot fizetnek, tehát kemény 0,25, illetve kemény 1% kamatprémiumot fogsz kapni a hiteledre. Tehát ugye miért kell marha magasan tartani az állampapír kamatait? Hát azért, hogy ömöljön be a pénz, és tudjanak vele garázdálkodni. Ha már itt tartunk az előző hírnél, ahol mondtam, hogy kamatot csökkent az MNB, ott ugye fel volt dobva az a kérdés, amire nem tértünk, hogy mi lesz a forinttal. Miért fontos ez? Tehát ugye emlékszünk arra, hogy a, a dollár az volt nemrég 4,50, az euró meg azt hiszem 4,30. Most valami 3,70, 3,60-nal járunk euró forint tekintetében, azt hiszem 3,70-nél. Tegye fel az a kezét, aki szerint ez a 3,70-es euró forint árfolyam tartható lesz. Ja, én leteszem. Szerintem marhára nem lesz tartható, hiszen mi az, ami ezt a 370-es euró forint árfolyamot tartja? Hát az a csillagászati magas kamat, amit a forint, tehát a forint befektetésekre, értsd, árampapírokra fizet a magyar állam. Tehát ez tartja az erőt a forintba, amint kimegy mögüle ez az iszonyat magas kamaszint, ami Európában a legmagasabb, akkor hát megeszem a kalapom, hogyha az euró nem fog legalább 400-ig menni megint, Nyilván megint spekulálok, tehát lehetséges, hogy nem lesz igaz, majd meglátjuk. Na itt van a következő, ez a kedvencem. Új adót vezet be a kormány a megtakarításokra, ez múlt pénteki hír. A 15%-os kamatadó mellé még 13 szociális hozzájárulást vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére. És akkor itt le van írva, hogy mi mindenre, ugye lekötött betétre, kötvényekre nyereménybetétre, megtakarítási célú életbiztosításokra. Ugye mit jelent ez? Tehát a lekötött betét. Hát ezt ugye hagyjuk, mert arra egyébként se kaptál semmiféle kamatot korábban se. Legutolsó információm szerint vannak kisebb bankok, amik már fizetnek normális hozamot, de a legtöbb az még mindig nem fizet. Kiket érint ez leginkább? Hát például az alapkezelőket. Mi az, hogy alapkezelő? Hát mikor van pénzed, már úgy rendesen, tehát nem két millió forintot, hanem mondjuk száz, és abból nem ingatlant veszel bérbeadásra, hanem úgy gondolod, hogy ezt mondjuk pénzpiacokon, tőzsdén itt-ott kamatoztatnád, de mondjuk te magad nem értesz hozzá és nem is érdekel, akkor keresel egy alapkezelőt, akinek odaadod a pénzedet. Na, hát az alapkezelők által termelt hozamokat adóztatja például a kormány, most akkor ugye 15 plusz 13, 28 százalék adóval. Mondhatnánk, hogy jó, ez az, mert fizessék a köcsög, gazdagok akkor a közterheket, ez, ez nagyon jó, nem nagyon jó gyerekek, nem nagyon jó, mert következő gondoljátok végig. Magyarországnak a tőke vonzó képessége az nem valami acélos. Úgy értem a tőke vonzó képességet, hogy azt tudjuk, hogy Pestet már felvásárolták a kínaiak, és egyébként ugyanúgy Prágát is, meg nem tudom, emlékeztek-e a, a, a Diktátor című filmben, mikor a, a Sasha Baron Cohen ugye kiáll, és akkor mondja, hogy ez itt New York, a négerek építették, a kínaiaknak, na hát ez, nálunk ez hasonlóképpen van, csak a miénket az osztrákok építették a kínaiaknak, vagyis hát a francokat a osztrákok nem építkeztek itt, hanem a monarchia többi népei, mert mindegy, de zárjuk le ezt a történetet. Tehát úgy értem a tőkevonzó képességet, hogy olyan beruházások nem jönnek ide, amik, amik ugye ténylegesen értéket teremtenek, és most jó, most tehát vonatkoztassunk el az akkumulátor gyáraktól, mert annak van pozitív és van negatív oldala is, de most megint hadd ne menjek bele. Szóval a lényeg, minden harmadik ember azt kérdezi, hogy vigyem el, vigyem el a pénzemet ebből az országból. És elég sok olyan szituációval találkozunk, amikor egy emberke megkeres minket, akinek van mondjuk két, három, négy, ingatlan, és azt mondja, hogy mindent eladok, mert el nem a francba innen. És akkor ehhez képest most akkor még egy 13%-os adóval cseszik meg azokat, akiknek, akik, akik itt Magyarországon vannak és van pénzük. Mit fognak csinálni? Elmennek a francba. Szóval zseniális, nem tudom, ki találta ki ezt a kis szösszenetet, de gratulálni tudok. Emellé még egy dolgot tudnék oda tenni, hogy 2024. január 1-el megszűnik a kettős adóztatás elleni egyezmény Amerikával. Érdekes módon Dubájjal van kettős adóztatás elleni egyezményünk, miközben Dubájba, ha egy free trading zónba alapítasz egy céget, akkor tudomásom szerint ott nem nagyon kell adót fizetni, de hát ugye Dubájjal nekünk van kettős adóztatást elkerülő egyezményünk, ez azt jelenti, hogy ha Dubájba kifizeted az adót, az adót, azt a nullát, akkor ugye Magyarországon nem kell kifizetni. Amerikával nincs ilyen egyezményünk január 1-től, mondok mást, minden európai országnak van, nekünk nincs. De hát ugye Magyarország jobban teljesít. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy eddig a tőzsdei befektetéseidre, mondjuk amerikai piacon, vagy én mondjuk, mert nekem van ilyenem, fizettem 15% adót a nyereség után, illetve osztalékok után, most meg majd fizetek 30-at. Szuper. Hát még lehet, hogy majd nekem is ki kell csekkolni ebből az országból nem sokára. Na de mindegy, hagyjuk a siralmat, majd lesz valami megoldás erre a helyzetre is biztosan. Nézzük a következő. Súlyos dolgok derültek ki a magyarok kedvenc befektetéseiről, és ezt csak kevesen tudták az állampapírokról. Na akkor most figyeld, ha azt gondolod, hogy az államkötvény az kockázatmentes befektetés. Megint mondom, nyilván, ha nincs jobb ötleted, akkor az állampapír az nem egy rossz alternatíva, de ezt figyeld. PMAF, vagyis a prémium magyar állampapír, az nem tökéletesen likvid. Előfordulhat, hogy az állam adósság kezelő központ úgy dönt, hogy nem 1%-os díjért veszi vissza az inflációt követő papírt, a lejárat előtt akarja valaki visszadni. Az AKK bármikor dönthet úgy, hogy ezt a díjat megemeli bármekkora értékre, tehát egy 1% volt a bünti, hónaptól 20 lesz például. Vagy akár olyan döntési születhet, hogy egyáltalán nem veszi vissza a kötvényt a lejárat előtt, és ha ez történne, nem tenne semmi olyat, amit nem mondott el előre. Ugye? Érdekes hangzik. Szóval mindenki hordja be szakajtóval a pénzét az állam kötvénybe jelenleg. Ja, ugye az előző hírhez nem mondtam, hogy a 15% plusz 13% szochó, az az állampapír befektetésekre nem fizetendő. Tehát az állampapír befektetés az mentesül ez alól a 13%-os pluszadó alól. E, minő csoda, tehát abba az irányba löknek mindenkit jelenleg, hogy állampapírba hozzad ide, hozzad ide a pénzed, ide, ide, ide. És ugye itt le lett írva, hogy ö, mi az, amit mókolhat az államkincstár ezzel a bizonyos állampapírral. Én fogadnék arra, hogy ez meg fog történni. De majd meglátjuk, szerintem körülbelül egy éven belül, hogy valóban módosítják így feltételeket. Ugye az nem fordulhat elő, hogy nem kapod vissza a pénzed, nyilván. De arra vállal a kötelezettséget az államkincstár, hogy visszakapod a pénzed az adott hozammal megnövelve a lejárat napján. Erre vállal a kötelezettséget. A többi csak plusz, amit bármikor elvet. Na most már, ha megnéztünk nagyon sok mindent, menjünk rá az ingatlan piac részre. A Dunahouse barométer azt írja, hogy tavaszi szünetet tartott az ingatlanpiac piac áprilisban, mert hogy 6787 adásvétel történt, ami az előző évhez képest 37%-os visszaesés, és idén márciushoz, márciushoz képest is 13%-a gyengébb teljesítményt jelent. Ez ugye az áprilisi adat, amiről most beszélünk. Ez figyeld! Négyzetméter ár változás tekintetében is mozgalmas volt az április, és a csökkenés elérte a budai oldal és a pesti belváros téglaépítés ingatlanjait is. Egy millió forint alá csökkent az átlagos négyzetméter ár az elmúlt hónap értékesítési adatai alapján ezeken a területeken. Tehát, aki azt gondolja, hogy nem csökkennek az ingatlanárak, annak most elmondtam, hogy csökkennek, nem én mondom, leírták ide az okosok. Ugye itt mi szokott előfordulni? Az, hogy az ingatlan piac, emberek azt gondolják, hogy az egy, az egy, ilyen, az egy ilyen, egy valami, hogy ingatlan piac. De nem. Tehát az ingatlan piac szegmensekből áll. Van szegmense a belvárosi Airbnb lakásnak, van szegmense a külvárosi családi háznak, van szegmense a vidéki kisfalusi ingatlanoknak, van szegmense az irodaházaknak, stb. stb. Amikor azt mondjuk, hogy az ingatlanpiac általánosságba esik, akkor az azt jelenti, hogy ezeknek az összessége negatív tendenciát mutat. De ezek között lehetnek olyanok, amikor uh, beír valaki egy kommentet, hogy hát én hülyeséget dumálok, mert de Debrecenben nem is esnek az árak. Debrecenben jó ember. Láttad azt az apróságot, ami épül ott a város szélén? Szerinted miért nem esnek Debrecenben az ingatlanárak, vagy Sopronban nem esnek az ingatlanárak? Uh, az a helyzet, fiúk, lányok, hogy a, a, magyarok azok 896, vagyis a honfoglalás óta keletről nyugati irányba vándorolnak. Ez az elmúlt ezer évben, kicsit több, mint ezer évben, ez, ez, egy centit se változott. Tehát mi azóta is keletről nyugati irányba vándorlunk, tehát nem csoda, hogy mondjuk Sopronnak az árai, meg Győrnek az árai nem csökkennek. Uh, Hozzátenném, hogy nemrég, nemrég, hát még ugye az előző síszazonban jártam uh, uh, Sladmingba, és én beszélek németül, és gondoltam, majd gyakorlok egy kicsit a német tudásomat, majd villantom. Hát basszus, a konyhán a ferdeszemű srác azt mondja, nyugodtan mondjad, magyarul megy úgy Hát nem hiszem el, basszus, mindenki magyar. Szóval lehet, hogy minket felvásárolnak a kínaiak, mi meg Burgerlandot, meg Sladmingot, meg az osztrák tartományokat fogjuk akkor ellepni, úgyhogy uh, labancok meneküljetek. Na de nézzük akkor meg ezt a Dunahouse tranzakciós szám becslés. Hol tartunk most? Az előző éveknek a tranzakciós számait látod itt, itt meg az ideit. Hát ez valóban nem túl acélos. És április még rosszabb, mint március volt, de ennek még lesz folytatása majd a végén. De van itt még egy érdekes, amire egy felhívnám a figyelmet, a vásárlások oka, befektetés. Befektetői vásárlások aránya, ugye sötétebbik a, söté a 2023-as adat, befektetői vásárlások aránya jócskán lecsökkent, nyilvánvaló okokból, mostában mindenki azt mondja, hogy ingatlan ne befektetésnek, még szerencsé, hogy nem csak befektetésnek lehet venni, hanem lehet benne aludni is. És az én magánvéleményem az, hogy hosszú távon még így is jó lesz az ingatlan, mint befektetés és eltolódott az arány például az első lakásvásárlók irányába, mert ők viszont sokkal nagyobb arányban vásárolnak. Tehát azért az, hogy az ingatlan piac lassul, az az ő szempontjukból nagyon nem rossz. Májusban kijött az MNB-nek a lakáspiaci jelentése. Nézzük meg most ebbe, hogy milyen adatokat találunk, csak gyorsan szaladjunk át. Lakáshitel volumen. 2023-ban tovább folytatódott, február 49%-a volt alacsonyabb a lakossági hitel kibocsátás, mint egy évvel korábban. Hát ugye ki az, aki ezt nem gondolta a hitelkamatok emeléséből? Ez ugye az ingatlan piacra hogyan hat ki? Hát kérlek szépen úgy, hogy a lakásvásárlóknak a 60%-a korábban, 2022 előtt hitelből vásárolt az is, akinek volt pénze, az is hitelből vásárolt, mert olcsónk adta a hitelt, a csokot, a babavárót, stb. stb. De itt látod a grafikonon, hogy bizony a babavárónak az aránya is leesik, illetve a csok aránya is. Ez miért van? Hát ez meg azért van, mert most arra ugye a csok és a babáró teljes mértékben beárazódott az ingatlanok árába. Szóval önmagában a csokból, meg a babaváróból marhár nem mész messzire. Tehát ez úgy működött, hogyha ehhez még kiegészített piaci hitellel, akkor tudtál összeszedni egy ingatlanra valót. Önmagában baba váró csokot, azt nem nagyon vesz fel senki sem, illetve aki fel akarta, az meg már felvette korábban. Még egy érdekes történet, Európában csökkenni kezdtek a lakásárak, a fővárosok felébe javult a lakásvásárlás elérhetősége, tehát az azt jelenti, hogy az, ami itthon történik, az nem extra, mert hogy mindenhol nagyjából esnek egy-két kivételt eltekintve. Az ingatlan tranzakciós számok és a lakásárak. Nézz csak ezt a grafikot, ez is érdekes, hogy ki van az első helyen, Magyarország jobban teljesít. Szóval az az érdekes, hogy mi a megfigyeled, akkor mindig ezeken a grafikonokon vagy az elsők vagyunk, vagy az utolsók. Mi nem tudunk így a középmezőnyben lenni, hanem mi nálunk a legmagasabb az infláció. A legtöbbet gyengül a forint, most éppen a legtöbbet erősödik a forint, de azért, mert ugye Európa bajnok, a kamat szintünk ugye azért erősödik legnagyobbat, akkor a tranzakciószám változása, árváltozás az nem nemrég Magyarország kiemelkedően felfelé, most kiemelkedően lefelé. Nézzétek meg ezt a kis grafikont, Aggregált real MNB lakás árindex előrejelzés éves változás. 2023 második negyedében erőteljesen 18,9%-os visszaesés várható, mondja az MNB. Ez ugye reál értelemben jelent visszaesés. Szóval egy 25%-os infláció, 24%-os inflációnál nem kell nominálisan esni az árnak ahhoz, hogy reál értékben essenek ennyit az árak, de ugye láttuk, hogy reál értékben is esnek, tehát 1 millió alá ment az átlagos négyzetméter ár. Ez itt ugye nagyon gyönyörű, az elő előre, előre az mm nek ezt mondja, hogy itt 20% körüli visszaesésig megyünk. Itt van egy újabb érdekes adat, a lakásár jövedelem mutató az európai fővárosokban, és itt látjátok, hogy itt se sikerül a középmezőnybe lennünk, mert itt vagyunk az első néhányban, Budapesten, ahol 16 körüli, a, tehát 16 évnyi jövedelem szükséges ahhoz, hogy vegyél egy átlagos lakást. Érdekes, hogy Prágában ez 25 év, Pozsonyban 22, tehát azért vannak előttünk jócskán, de megverjük a nagy részét a mezőnynek. Nyilván a végén itt Helsinki, Dublin, Brüsszel, stb. itt azért van, mert hogy egy brüsszeli jó ember egy kicsikét több pénzt keres, mint egy magyar. Na most akkor menjünk tovább a lakásár vonalon. Az index azt írja, túlárazott lakások folytják le az ingatlan piacot. Hát ez teljes mértékben igazna gondolom én is. Tehát ha végig gondoljuk az eladóknak a lelki világát, akkor nem akarom elkótya nem kenyérre kell, ha nem viszik el, akkor inkább felgyújtom. Hát az a helyzet, hogy mostanában nem viszik el annyira, és ahol nincs egy értelmezhető motiváció az eladó oldalon, ott az ingatlan nem lesz eladva. Tehát jelenleg a piacon lévő ingatlanoknak egy jó része eladatlanul fog lekerülni a piacról, mert bizony nem viszik el azon az áron, amit a tulajdonos elképzelt. Ugye itt jön a képbe a, a, a pontos ármeghatározásnak a, a, a szerepe, mert hogyha az elején úgy lépsz a piacra, hogy elrúgtad a pöttyöst, akkor bizony eléggé nagy cumi lesz az ingatlan eladás, mert marhára nem fogod tudni eladni az ingatlant. És tudom, hogy a tiéd a legszebb, a legjobb, meg a legdrágább, de nem én mondom, az újságírja. írja. Túlárazott lakások lefolytják a piacot. Mondok egy pozitívabbat, ezt figyeld. A lakásvásárlás tervezők még nem adták fel a reményt, alig várják, hogy a piacra léphessenek. Azt mondja Baloglaci, hogy az érdeklődések száma tényleges adásvételekkel van szoros párhuzamban. Az eladó lakások iránti érdeklődések száma 43%-kal maradt el az egy évvel korábbi túl, de az ingatlankom látogatóinak a száma az csupán 8%-os mérséklődést mutat tavalyhoz képest. Tehát mit jelent ez? Ugye itt grafikonon is látod, hogy az érdeklődések száma az ugye jócskán lezuhant, Hónapok óta mindig megbeszéljük, hogy miért, de a látogatások száma a weboldalon az alig csökkent. Ez azt jelenti, hogy a vevők ott vannak a piacon, csak várják azt, hogy tényleg kapjanak egy jó ajánlatot. Ezt egyébként tanúsítom, mert az elmúlt időszakban az ingatlanok, amiket eladtunk, volt olyan a mostani piacon is csináltunk olyat, hogy licit volt. Tudod, hogy úgy, hogy a tulajdonos kihívott szemlézni, megkérdezte, hogy szerintünk mi az ár, megbeszéltük, nem 25%-kal túlárazva kellett piacra lépni, meg nem sértődött meg, amikor elmondtuk neki az árat, és bízta meg a másik uh, ingatlanos aki azt mondta, hogy jó, eladom én többér is, hanem elfogadta, csináltunk egy tuti marketinget hozzá, Tudod, mi történt? Egy héten belül három vevő jelentkezett be, mindhárom ajánlatot tett, meglicitáltattuk, irányáron adtuk el. Na, és az érték a 117 millió forint volt egy családi ház csepelen. Tehát ö, nagy értékben is lehet eladni, gyorsan is lehet eladni, és licit is van. Miért? Azért, mert a vevők ott vannak a piacon. Csak éppen azt várják, hogy legyenek már végre olyan ajánlatok, amiket érdemes megvenni. Mert azt ne felejtsd el, hogy a híreket ők is olvassák ám. Tehát a vevők pontosan tudják, hogy mi a szituáció. Attól, hogy az eladók ezt nem hajlandók tudomásul venni, hogy a piac hogy áll, a vevők tudják és látják. Szóval azt várják, hogy jó ajánlatokkal lépjünk ki a piacra, és akkor viszont nincsen gond az eladással. 2023 az albérletek éve lehet. Általános európai tendencia, miszerint egyre nehezebb lakást vásárolni, különösen a pályakezdőknek, ez itthon is érezhető. Hát nem tudom, mikor beszéltem erről, először szerintem. Hát a múlt év végén a 2023-ra vonatkozó előrejelzésben biztosan, de szerintem előtte is. Hát nagyon egyszerű a képlet, az albérletek árai olcsóbbak, mint a törlesztő részletek. A hitelek alapvetően drágák, az ingatlanárak marha magasan vannak, ugye mutattam 16 évnyi átlagos jövedelem kell ahhoz, hogy megvegyél egy ingatlant. Tehát mit fog csinálni a lakosság nagy része, mert hogy lakni kell, az albérletek felé fordul. De mivel az albérletek felé fordulnak a tömegek, ezért mi fog történni az albérletárakkal? Hát elkezdenek nőni a bérleti díjak a plusz kereslet nyomán. Ez mikroökonómia alapok szerintem az egyik első közgazdaság óra, tehát ez nem kell professzornak lenni. KSHingatlan.com, index, ugye itt látszik, ez egy januári adat, itt látszik, hogy van hova emelkedni, mert a reál érték az infláció miatt, az elég brutálisan esik lefelé. Na nézzük meg még gyorsan, hogy milyen külföldiek veszik a legtöbb magyar ingatlant ide haza. Nem meglepő, de a legtöbb külföldi ingatlan mindig kínai állampolgár. Irányuk azonban, arányuk azonban csökkent, 36,3-ról 31,5-re, ez 2022-es adat, bár ez a cikk ez most jelent meg május 13-án. Hát, ha sikerül a terve a főnökségnek, és valóban kidobatjuk magunkat az Európai Unióból, majd tudunk csatlakozni a kínai népköztársasághoz. Yeah! De mit a Isten az MNB lakáspiaci jelentés is ír erről, hogy hogyan is alakul itt, látjátok, hogy körülbelül 18% körül van a Pesti oldalon a külföldiek ingatlanvásárlásai, és ilyen 12, 8, 6, tehát a többi az igazából nem vészes. A fővárosunkat fogjuk, el, vagyis a fővárosunkat adtuk el már, és adjuk el folyamatosan külföldi befektetőknek, bár ez nem különbözik a más európai országok fővárosainak tendenciáitól. Minden esetre gondoltam, megmutatom ezt is. És végül az utolsó hír, ami azt gondolom, hogy igencsak pozitív és ezért kellett végignézni ezt az egész összenetet. Olyat lépett az ingatlanpiac, amire közel egy éve nem láttunk példát. Amit az előbb mutattam, az a 6400-as adat, az egy áprilisi adat volt, de közben kijött a májusi adat, ez a cikk ez június 1-én jelent meg, és ezt figyeld, májusban új erőre kapott az ingatlanpiac országosan 10187 lakóingatlan cserélt gazdát, ez 2022 június óta a legmagasabb szám. Ez azt jelenti, hogy a májusi adat 31%-kal magasabb az idei legerősebb hónaphoz képest, és 50%-os emelkedést mutat az áprilishez képest. Yeah, ezek szerint van élet az ingatlan piacban. És akkor itt is leírják, amit az előbb elmondtam, az ingatlan eladás kulcsa az alkú. Tehát csillagászati árakon nem lehet ingatlant eladni, bizony el kell találni azt a szintet, amit a vevők visszaigazolnak. Hát ugye vannak olyan helyek a városban, például a Budapart és környéke, ahol teljesen eszméletlen 2 és 2 és millió forintos irányárakon hirdetnek lakásokat. Tehát az azt jelenti, hogy 45 négyzetméter az 90 millió plusz egy teremgarázs álló 13 millió forint emberek. Hát én is fogom a fejemet. De hát ez ki fog derülni, mert hogy jelentem a Budaparton van egy megbízásunk, egy kis kétszobás lakáska, ami hamarosan elmegy belőle a bérlő és a piacra került, tehát fogjuk tesztelni, hogy mennyit lehet eladni a Budaparton egy ingatlant. Én azt gondolom, ezek a két milliós árak nem fognak menni, nagyon meglepődnék, az, az sikerülne ennyiért eladni. Eddig tartott a májusi lapszemle, azt gondolom, hogy volt benne, ö, minden, amit ígértem az elején, és Kezdenek, mintha kezdenének pozitív irányba fordulni az események az ingatlan piacon, bár én azt gondolom, hogy azért még van előttünk bőven mit ledolgozni, mert az infláció még mindig iszonyatosan magas, a kamatszintek még mindig marha magasak. Hát, ha egyszer mondjuk meglépik azt, amit az államkötvényeknél mondtam, hogy ott elkezdik megszorítani a kivételét a pénzeknek, tehát a visszaváltását, akkor akkor elképzelhető, hogy megint tömegek fordulnak az ingatlan piac felé, de hát nyilván ez megint csak spekuláció. Tehát köszönöm a figyelmet, ha véleményed van, akkor írd meg kommentben, ha nem iratkoztál fel, akkor tedd meg, ha ingatlant adnál el, vagy bérbe adnál, vagy vásárolnál, akkor fordulj hozzánk, és ingatlan stidár, tudás tudáskönyvek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!